Túri Krisztina, dr. Túri József és Farkas Albert volt a Borlovagok mostani vendéglátója. Ők szerveztek egy különleges világkörüli utat vendégeiknek. Itt a remek alkalom, hogy akkor megnézzük, hogy mit is tudnak a világban a borok. Egy kis földrajzi kirándulást fogunk tenni. Először közelben, Ausztria, Burgenland. Voltunk már ott páran, jó páran. Ismerjük a borokat, kirándultunk, turizmus és egyebek. Persze a borok kóstolása és finom vacsora mellett az elmúlt fél évről is szó esett, amelynek kétségkívül legjelentősebb eseménye a borrend fennállásának 20. évfordulójára szervezett találkozó volt. 20 borrend érkezett a városba a ceglédi borlovagokat ünnepelni. Ez azért különösen nagy szám, mert minden hétvégén számos rendezvény van, és mégis ennyien eljöttek, azért ez mutatja a ceglédi borrendnek a hírét is, és az elismertségét, egy ilyen szép számú küldöttség vesz részt a rendezvényünkön. Egy könyvet fogunk erre a 20 éves évfordulóra kiadni, ami ennek az évnek egy kiemelt programja lesz. A 80 oldalas kiadvány nagy része már megvan, idén mindenképpen megjelenik a könyv. De a borrend tagjai számos rendezvényen is részt vettek, sok helyre hívják őket, és egyébként is az ország egyik legaktívabb rendjeként tartják számon őket. 50 fölötti borrend van már Magyarországon, és a társult borrendek, akik a határon túli részeken alakultak meg. Nagyon sok olyan baráti társaság van, akik kisebb létszámmal vannak, vagy vesznek részt a saját rendezvényeken. Van olyan borrend, amik megalakultak, és egyszer-egyszer összejönnek. Igazából ilyen létszámmal, ilyen rendszerességgel, mint ahogy a ceglédis vidéken lesz a borrend tagsága összejön, ez viszonylag kevés, mondhatnám úgy is, hogy példaértékű. És az is, hogy minimum havi egy alkalommal jó hangulatú találkozókat tudnak szervezni, gyakorlatilag szinte a teljes tagság részvételével.